Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma engem ért a megtiszteltetés, hogy a darma beszéd bevezetőjét tarthatom nektek. Ma reggel csak békésen porszívózgattam itt a Dharma terembe, amikor egyszer csak Szunyim megindult nyílegyenesen felém. Én letettem a porszívót, és ő mondta, hogy én fogom tartani a bevezetőt. Hirtelen lefagytam, azt tudtam, hogy mit mondjak. Szunyim erre mondta, hogy ez az én. És, és tényleg, tényleg ez a zen. De, ennél ezért bővebben is ki szeretném nektek fejteni, hogy én mit gondolok az erről, hogy rám hogy hat, és, és én hogy is látom ezt az egészet. Először is egy kicsit technikai oldalról kezdeném, hogy számomra mi is a zen valójában, ami igazából egy csomag. Egy olyan csomag, aminek az egyik része az a tanító. Nagyon fontos, hogy legyen legyen köztünk egy tanító, aki szerencsére nekünk is van, és nagyon szeretném megköszönni Szúnyimnak, hogy itt van és tanít minket. És emellett van egy forma. Itt van ez a templom, és követünk egy nagyon szoros napirendet, azon belül is minden pont ö, komoly figyelmet igényel, és azonnal büntet, hogyha bármit is elrontunk, vagy épp nem, nem teljesen figyelünk oda. A harmadik csomag pedig a forma és a tanító mellett, mert mint a harmadik eleme a csomagnak, az az, hogy kellenek a gyakorlók akik pedig nem csak hogy gyakorlók, hanem kell, hogy helyesen is gyakoroljanak, aminek meg szerintem három alapelve van, az az, hogy felmerüljön egy nagy kérdés, egy nagy bátorság és a nagy hit. És majd erre később kitérek, hogy ez nálam, hogy nyilvánul meg ez a három. És hogy miért is kell szerintem, vagy érdemes zen gyakorolni, ehhez egy kicsit visszaugranék az időben, ne ijedjetek, meg, nem fogok hosszas életrajzi beszámolót tartani gyerekkoromtól ideig, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy én hogy láttam a világot például kisgyerekkoromban. Valamiért nekem úgy tűnt, hogy mi itt egy tökéletes világban élünk, ahol minden gyönyörű szépen működik, tévénk van otthon, én ott ültem a tévé előtt, és láttam a középkorról és egyéb múltról szóró filmeket, amiken lehetett szörnyűködni, hogy úristen, milyen dolgokat csináltak itt az emberek, hogy éltünk, és én megnyugodtam, hogy jaj, de jó, én, én, ebben a korban élek, ahol, ahol itt minden rendben van, mi már ezen túl vagyunk. Történelmet tanultunk, elkövettük az összes hibát, amit lehetett, modern orvostudományunk van, mobiltelefonokat nyomkodunk, laptopjaink vannak, atomerőműveink vannak, és aztán idővel elkezdtem rájönni, hogy ez a világ lehet, hogy mégsem annyira tökéletes, mint ahogy én azt elsőre gondoltam. Lehet, hogy van jó néhány dolog, ami, ami hibázik, és ezen lehetne javítani. És, és hiszem, hogy ez az egyik fontos eleme az gyakorlásnak, hogy először is szeretném fejleszteni magam, és hogyha már sikerült kicsit letakarítani, akkor esetleg a kis mikrokörnyezetem is segíteni abban, hogy fejlődhessenek, hogy egy kicsit élhetőbb világban éljünk, ami talán jobban összhangban van a környezetünkkel, és és szeretném, szeretném, legalább a mikrokörnyezetemet ebbe az irányba vinni. Tudom, hogy nem lehet megváltani a világot, ez nem is, nem is célom egyáltalán. És hát ugye nekem az út úgy kezdődött, miután rájöttem, hogy azért itt van mit keresgélni, és nem tökéletes minden úgy, ahogy, ahogy van. Az az volt, hogy gondolom ti is jó páran ezt csináltátok, elkezdtem olvasni. Jó pár könyvet elolvastam, spirituális tartalommal, és szerencsére ez adott is sokat, tehát nekem ez, ez rengeteget segített, találtam több olyan könyvet is, amivel nagyon sok szinkronélményem volt. Gondolok itt arra, hogy felmerült bennem egy kérdés, ami, ami éppen nagyon foglalkoztatott, és a könyv következő fejezete pont azt a témát pedzegette. És az zennel pedig úgy találkoztam, hogy az egyik barátom küldött YouTube videót Csongan Szúnyimról, és azonnal éreztem, hogy ezekkel a videókkal én nagyon együtt rezgek. Tehát ami, ami elhangzott ezeken a felvételeken, én úgy éreztem, hogy ennek nagy tartalma van, és, és ezt érdemes követni ezt az irányt. Egy darabig még el voltam a könyvek olvasgatásával és a YouTube videók nézegetésével, de aztán elég hamar megjelent az az érzés, hogy, hogy ez, ez így nem teljesen elegendő. Ezzel nem, nem igazán tudok mit kezdeni. Hiába láttam be, hogy van egy-két probléma, attól még ugyanúgy ismételgetem én is őket, és, és, és igazából nem annyira javul a helyzet. És hát akkor jött az elhatározás egyik barátommal összefogva, hogy ez öt éve történt kb., hogy itt az idő eljönni a templomba, és ahogy ugye Szúnyim szokta mondani, nem csak az étlapot olvasgatni, hanem egy hanem kicsit bele is kóstolni ennek a gyakorlati részében. Úgyhogy jó sok félelemmel tele, öt éve kivágtunk és eljöttünk egy, egy elvonulásra, ami hát egy nagyon, nagyon mély élmény volt, tényleg rengeteg félelem volt bennem. Azt nem tudom megmondani, hogy, hogy miért, hogy honnan jött ez a, az a rengeteg félelem, de ott volt. És ezzel kapcsolatban szeretnék is egy személyes történetet elmesélni, ami rögtön azonnal a, az első elvonulásnál történt, amikor beléptem ide a kis előtérbe, ami ugye ott a konyhánál van a folyosón. Pakoláztam a utcaimat, próbáltam keresni, hogy éppen hova tegyem a dolgaimat, és akkor hirtelen pont összenéztem egy lányjal, aki jött ki a konyhából. És ez egy olyan, pillanat volt, hogy egy-két másodpercre annyira lefagyott, és megállt az idő, kb. olyan 60 zembotütéssel ért fel az a pillanat. Ez a lányom úgy később a feleségem is lett, és együtt gyakorlunk, és, és szoktunk is jönni együtt elvonulni. Úgyhogy rögtön már a, még el se kezdődött az elvonulás, és már az elpakolás ideje hozott egy olyan élményt, ami, ami nagyon, nagyon mély volt, és nem fogom elfelejteni azt a néhány másodpercet, az biztos. És most pedig ott tartunk, hogy zajlik a kjolcse, már lassan két hétnél járunk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, és eljutottam ide. Ez, ez részben annak is köszönhető, hogy ugye partnerem zengyakorló, és támogat ebben, és ő meghozta azt az áldozatot, hogy, hogy otthon marad egyedül, és elenged engem. Ezért nagyon hálás vagyok neki, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. És a fő motivációm a Kiolcsével kapcsolatban az volt, hogy az egyik, hogy szeretném megtapasztalni, hogy mit is jelent az, amiről Szúnyim szokott beszélni, hogy a rövidebb elvonulások alatt, ugye még nagyon a fájdalmakkal küzd az ember, hát meg, meg rövid az idő, mert hát csak néhány nap, és ugye Szúnyim szokta mondani, hogy hosszabb ülés után, egy, egy másfél-két hét után el lehet érni egyfajta utazó magasságot, ahol esetleg már nem csak a fájdalmakkal küzd az ember, és és egyelőre azt tudom mondani, hogy a fájdalom része az működik, tehát szerencsére nekem most már nagyjából megy úgy ülni, hogy a fizikai fájdalom része elment, most már egyéb dolgokkal kell foglalkozni és dolgozni. Igazából ennyit szerettem volna bevezetőnek mondani, nem tudom, hogy ezzel a rövid kis beszámolóval sikerült-e valakinek meghoznom a kedvét arra, hogy zen gyakoroljon, hanem természetesen az sem gond, de hát gondolom, ti nem véletlenül vagytok itt mindannyian, érzitek, hogy, hogy itt van valami érdemeses csinálni, és érdemes együtt gyakorolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.